Köszöntöm a Pécsi körnézőit, tartsanak velünk! Atlantis kisvilágok, kiállítása a Néprajzi Múzeumban. Anconai szerelmesek 2. A fotós próbáját stábunk. Őszi mulatság Harkányban, idén is megrendezték a Herbstfestet. Charlie 77, életmű koncert a Kodály Központban. Az Atlantis kisvilágok kiállítás sorozat Közép-Európa tájainak eltűnt vagy kihalóban lévő településeiből mutat be 23-at. A kiállított képek idén készültek. A megnyitóra ellátogatók száma jól mutatja a hatalmas érdeklődést a projekt iránt. A 20-21. század számtalan traumájának és változásának sorába tartozik sok ezer európai település megszűnése, vagy máig tartó haláltusája. A megnyitóra érkező vendégekkel telt meg a múzeum egész épülete. A megnyitón a köszöntők és egy rövid ismertető mellett Rozs Tamás, zenész, zeneszerző lépett fel. Atlantis kisvilágok, ez igazából eltűnt falvakról szól. Atlantis azért, mert a névadója az egy Dunában elsüllyesztett sziget, amit a Duna-Atlantiszának is hívnak. Kisvilágok pedig azért, mert minden egyes település a maga módján egy kis saját világ. És ezeknek a világoknak állítunk egyrészt emléket, másrészt meg felhívjuk a figyelmet, hogy ezeknek a kis világoknak az elvesztésével mindannyian szegényebbek leszünk. A kiállításon a Tolna vármegyei dolina látható, ahol pár éve kiástak egy 70-es években kútba eresztett harangot, amely szintén a kiállítás tárgyát képezi. Korpád és Gyűrűfű szintén a 70-es években váltak lakatlanná, de utóbbit azóta rehabilitálták. A két település képviseli Baranya vármegyét. Az észak-magyarországi Derenk vadrezervátummá alakult a II. Világháború után, és végül, de nem utolsó sorban, a vajdasági Terján történetei láthatók. Lakosainak a szomszéd településre kellett költözniük az 50-es években. A tárlat nem túl nagy, mert ilyenek a helyi adottságok, de nagyon sok információ van benne. 5 magyar, illetve magyarországi falut választottunk. Derenk, Tarján, az pont vajdaságban van, de magyarok lakta falu volt. Gyűrűfű, Dolina és Korpád. Dolina Bátaszék környékén van, Gyűrűfű, Korpád Baranya megyében, Derenk pedig Észak-Magyarországon. És ezeknek a falvaknak a múltjáról, a jelenéről, az emlékezet kultúrájáról láthatunk fotókat, tárgyakat, szövegeket, valamint, ami szerintem meg így érdekessé teszi a dolgot, egy fotóművész végigjárta a projekt összes faluját, ez 23 falu, ez több ezer kilométeres út volt, úttalan utakon, mert hogy eltűnt településekről van szó, és végigfotózta azt az állapotot, amit most 2024-ben látunk, idén tavasszal. És amit majd még a kiállításban már nem látni, hanem hallani lehet, hogy minden faluban több óráig kirakta a mikrofonját, és hogy mit lehet hallani egy üres helyen. Tehát mik az üresség hangjai, és ezekből a hangokból zenét komponáltattunk, és itt a kiállításban azok a hangok hallhatók, amik ezekben a falvakban lettek felvéve. A falvak kihalásának, felszámolásának sokféle, legtöbbször politikai vagy társadalmi, ritkábban természeti okai vannak. A Janus Pannonius Néprajzi Múzeum legújabb kiállítása erre a jelenségre hívja fel a figyelmet hazánkban, de a projekt nem csak Magyarországot érintette. Igazából ennek több oka is van, tehát én Berlinben dolgozom, az Európai Kultúrák Múzeumához vagyok hozzárendelve, és közép-európai projektekért vagyok felelős. Tehát ez ilyen munkahelyi előírás is szinte, mondhatnám úgy, de Pécsről származom, itt vannak barátaim, itt vagyok itthon, illetve a környező országokban is úgy érzem, hogy otthon vagyok. Tehát így jött maga a gondolat,
És az, hogy ezt a témát választjuk, annak vannak saját, tehát személyes okai is, mert én magam is jártam ilyen falvakban, olvastam ilyen történeteket, amiket elég megrázónak tartok. A másik oka az, illetve a kiállításnak a célja is, hogy felhívjuk a figyelmet erre a jelenségre. Mert az, hogy a falvak elpusztulnak, előregszenek, ez igazából egy globális és nagyon európai jelenség. És azok az emberek, akik ezeket a településeket kénytelenek elhagyni, nekik nincs lobby erejük. Tehát őértük nem nagyon szól senki. És azt gondoltuk, hogy egy ilyen nemzetközi projekttel felhívjuk a figyelmet erre a jelenségre, erre a helyzetre. Nem áltatom magam azzal, hogy nagyon nagyot tudunk segíteni, de úgy gondolom, hogy mégis fontos, amit teszünk. A magyarországi kiállítás alapját képező kutatásokat egy újvidéki történész kutató, a Pécsi Tudományegyetem kutatói és a Budapesti Néprajzi Múzeum munkatársa végezték. Pécsett éppen 20 évvel ezelőtt volt műsoron, és több mint 100 előadást élt meg Vajda Katalin zenés komédiájának első része, az Ankonai szerelmesek. A darab sokakban ébreszt a mai napig jó emlékeket. Az Ankonai szerelmesek 2-t Vidákovics Szláven rendezésében láthatja most a közönség. Stábunkkal a főpróbán jártunk. Határok nyílnak, zárak, forgva a hundak, trabantok indulnak, vagy orsan útnak. Az autórádió persze szólnak, még a hírek végét kötnek, éppen most az hírek. Ezen túl jóba esznek mind a népek, a csúnya lányok és a százszor szépek. Most aztán kint vagyunk a vízből, itt a parton, és a tóra így száll hűvös alkony. Javában zajlik a fotós próba, ami már a fő próba is egyben. A színészek tetrekészek, alig várják már, hogy végre egyben lássák, érezzék a darabot. De nézzük most Francescót, Békés elvtárs fiát, akit Takaró Kristóf alakít. Alapvetően egy fiatal srác vagyok Békés elvtárs fiaként, egy szótüdülő tulajdonosának a fiaként. Jövök, megyek, tengek, lengek, és egyszer csak jön egy ilyen. Wow, mi történik ezzel a sráccal élmény? De az a baj, hogyha ezt elmondanám, akkor az emberek nem lennének kíváncsiak. És így viszont szeretném, hogy kíváncsiak legyenek, és eljöjjenek megnézni, mert nagyon jó lesz. Én most pont azt érzem ezzel kapcsolatban, hogy ugye minden embernek van egy tulajdonság, egy jelleme, de ezen kívül azért az ember billen. És amikor iszonyat, én úgy tudnám ezt a szerepet most leírni, hogyha iszonyatosan jó kedvem van, nagyon pörgök, minden happy, minden jó, és bejövök, hogy ez az, menjünk, szép az élet, na ezt az oldalamat kell fölvinni ide. És tehát, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem áll tőlem messze, annyi benne a picit nehézkes, hogyha kicsit nehezebb napom van, vagy kicsit ballábbal kelek föl, akkor is ugyanezt az energiát föl kell húzni, de teljes mértékben azt gondolom, hogy tudok vele azonosulni. Aztán itt van az egyik főszereplő, Zsuzsanna, akit Stubendek Katalin személyesít meg. Én azt hiszem, hogy én vagyok az egyetlen itt a szereplő gárdában, aki annak idején részt vett az Ankonai egy produkcióban, tehát még a szabadtéri bemutató, mert ezt ugye ott mutattuk még be annó, majd átvittük a Kamaraszínházba. Én és Horesnyi Balázs, aki ennek az előadásnak is a díszlettervezője. Úgyhogy engem nagyon sok minden fűz ehhez az Ankonaihoz. Többek között az is, hogy az Ankonai szerelmesek egy alatt született a második kislányom. Én abban a darabban Viktóriát, a magyar lányt játszottam, aki állapotosan kimegy a szerelme után Olaszországba. Úgy, hogy az édesanyja nem is tudja, otthon marad a Balatonon, Magyarországon.
Na most az Ancone 2-ben pedig én nem ugyanazt a szerepet viszem tovább, aki voltam, a magyar lányt, hanem az anyját, aki az Ancone 1-ben nem szerepelt. Tehát én vagyok most ebben Zsuzsanna, mivel ugye ez a történet már a Balatonon játszódik. Úgyhogy ezért is van rajtam egy kicsit az idősebb korosztályt képviselő őszparóka, mert ugye ez most már akkor 20 évvel később játszódik. Úgyhogy ebben az Ancone 2-ben én egy a koromnál egy kicsit idősebb hölgyet játszom. A bemutató előtt két nappal már minden a lehető legjobb sínen van az Anconai Szerelmesek 2 című zenés komédiában. A történetben szerelmi és egyéb összekuszált szálak kibogozása lesz a rendezői feladat. Most a történet szerint 20 évvel később is, csak nem Anconában, hanem a helyszín a Balaton lesz. 1989 nyarán egy szottödülőben. A rendező pedig Vidákovics Szláven. Pont 20 évvel ezelőtt volt itt az Anconai Szerelmeseknek a bemutatója az első résznek, nagyon nagy sikerrel Balikó Tamás rendezte, és a második rész, ami a Balatonon játszódik, az pont 20 évvel később van. És mi is ezt most pont 20 évvel később mutatjuk be. Ez a mostani előadás, ennek természetesen hát az aktualitását keresjük, mindig találunk benne. Ez a rendszerváltáskor játszódik 1989-ben. Ami, hogyha megnézzük a magyar drámairodalmat, akkor nagyon kevés mű született, vagy születik, ami pont ezzel foglalkozik. És az előadás pedig egy ennek a humoros és zenés oldalát testesíti meg, ahogy egy külföldiek, ahogy egy olaszok eljönnek Magyarországra, és hogyan élik ezt át. A rendező azt mondja, nem ez a fő vonala az előadásnak. A lényeg, hogy egy könnyed, humoros, szórakoztató produkciót hallanak, látnak majd a nézők. A szereplőválogatásnál fontos szempont volt, hogy valamennyien tudjanak énekelni, hiszen egy zenés darabról van szó, hangsúlyozta Vidákovics Szláven. Ebben fantasztikus olasz slágerek vannak, és én úgy érzem, hogy a Bécsi Nemzeti Színház társulata és azok a színművészek, akik ebben az előadásban szerepelnek, azok mind fantasztikusan élnek, énekelnek is, az mellett, hogy fantasztikus művészek, fantasztikus színészek. És én úgy érzem, hogy sikerült egy nagyon ütős színészgárdát összehoznunk, és nagyon remélem, hogy a közönségnek is nagyon tetszeni fog. Vajon az utolsó próbán, főpróbán kell-e még korrigálni, változtatni, javítani egy darabon, kérdeztük a rendezőt. A főpróba héten még apró simítások vannak, természetesen az utolsó próbáknál már csak ilyen nagyon pici korrekciók vannak, és hát én nagyon remélem, hogy a házi főpróbánál, vagy a nyilvános főpróbánál már egy teljes értékű előadást fognak látni az ide látogatók. A bemutató előadás október 17-én volt a Pécsi Nemzeti Színházban. Ebben az évben is megrendezték a Herbstfest őszi ünnepséget Harkányban. Idén is egy ünnepi szentmisével kezdődött a mulatság, majd ezt kulturális műsor követte a Város Művelődési Házában. A fellépők után vacsorával várták a vendégeket, majd bállal zárták az estét. Yeah.
Sárkányban már sok éves hagyománya van a Herbstfest elnevezésű őszi ünnepségnek. Kezdetben viszont nem ez volt a neve a mulatságnak. Erről beszélt a városban működő Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettese, Flögő Szilvia. A Herbstfest rendezvényünket már sok éve rendezzük meg hagyományosan, mindig ősszel. Kezdetben Oktoberfest néven indítottuk a rendezvényt, most pedig 3-4 éve átneveztük ezt a rendezvényt Herbstfestté, azaz őszi ünnepség nevet kapott a rendezvényünk, mivel általában októberben és általában ősszel, illetve nem mindig októberben, de általában ősszel rendezzük meg. Kétnyelvű misével kezdődött az őszi fesztivál a helyi Jézus Szíve katolikus templomban, majd ezt követte az ünneplés. A kulturális műsorban a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki színpadra állhatott. Mint minden évben, először egy félig részben német nyelvű szentmisével kezdtük a rendezvényünket 17 órától, a Jézus Szíve katolikus templomban, utána pedig 18 órától egy kultúrműsorral várjuk a vendégeinket, amelyen egyrészt a harkányi óvodások és a harkányi iskolások növendékei fognak fellépni, másrészt meghívtuk a hagyományos Fekedi Klumpenjäger tánccsoportot, és a Schomberger Dorfmuzikánton is fel fog lépni, illetve vacsora után egy bállal zárjuk a rendezvényünket, amelyen szokásos módon a Plátin zenekar fog zenélni. Harkányban fontosak a német nemzetiségi hagyományok, ezáltal a kétnyelvűség is. A városban a német önkormányzat által szervezett programok mindig két nyelven zajlanak, így igyekeznek a nyelvet is közelebb vinni az emberekhez. Azt gondolom, nem csak a város életében, hanem minden városban és minden német nemzetiségű városban fontosak ezek a rendezvények, hiszen ezen rendezvények által tudjuk a kultúránkat újra megörökíteni, újra átélni, átörökíteni és átélni, és ezáltal ápolni, és mi mindig ragaszkodunk ahhoz, hogy két nyelven tartsuk rendezvényeinket, hogy így legalább a nyelvet is tudjuk használni. Harkányban rengeteg turista látogat évente, így az ott élőknek az aktív nyelvhasználat sem újdonság. Lehetőségük van a harkányiaknak az itteni kultúrából egy szeletet mutatni a külföldről érkezőknek is. Harkány turista város, ezáltal lehetőségünk van nekünk, magyarországi németeknek, mindannyiunknak az aktív német nyelvhasználatra, hiszen itt az úgynevezett DACH országokból, tehát a német nyelvű országokból, Németországból, Ausztriából és Svájcból érkeznek ide turisták, és amikor ővelük beszélgetünk, akkor ezáltal lehetőségünk nyílik újra a nyelvhasználatra, és szerintem ez egy nagyon aktív potenciál, és ezt ki kell használnunk. A város német nemzetiségi önkormányzata több nagy hagyományőrző rendezvényt is szervez. Ide nem csak a magyarországi német programok tartoznak, hanem egy különleges alkalom az, amikor a német mellett a horvát, a szerb, valamint a magyar kultúra összetalálkozik. Erre is van példa Harkányban. Önkormányzatunk minden évben 4 nagy hagyományos rendezvényt szervez, egy német nyelvű kórus találkozót minden év júniusában, egy német nemzetiségi napot minden év augusztusában, és ezt az őszi ünnepségünket minden ősszel. Ezen kívül a horvát és szerb önkormányzatokkal összefogásban szoktunk szervezni minden évben egy sokszínű harkány rendezvényt, amelyet én személy szerint nagyon csodálatosnak tartok, mindenben nagyon jónak tartom az összefogást, ott pedig ugye 4 nyelv van jelen, a magyar, a német, a szerb és a horvát, és 4 kultúra is, amely szerintem csodálatos, hogy együtt prezentáljuk, és egymás táncait is megtanulhatjuk és táncolhatjuk, illetve egymás énekeit is akár. A jó hangulatú kulturális műsor után vacsorával várták a vendégeket, majd egy bárra is hivatalos volt mindenki. A sokadalmat most is a Platin zenekar táncoltatta. Charlie zenész, trombitás, a rock, a jazz, a blues, a soul és a funky jellegzetesen rekett hangú előadó művésze. Pályafutása során több formációban alkotott, számtalan album fémjelzi pályafutását. Legutolsó albuma Mindenen túl címmel 2020-ban jelent meg. A Charlie 77 életmű koncertnek a Kodály Központ színpada adott otthont. A macsel, és nem tudom, ki nem szóljon. Én neki valami. Visszatőtt áll.
900 dal, 37 lemez, 1989 óta plusz két generális volt még. Ebből elképesztően nehéz választani egy műsornyi repertoárt, vagyis 22 dalt. A Pécsi Életmű koncert előtt az idén 77 éves Charlie-val beszélgettünk. Drága barátom, nagyon sok mindenkinek csináltam duetteket, amit lehet hallani, vagy nem. Hát nagyon-nagyon nehéz. 22 számot raktam össze, raktunk össze a zenekarral. Ez tulajdonképpen a nyári műsor, ami fűszerezve van négy új dallal, az utolsó nagy lemezzel, mert a Mindenen túl lemezzel, úgyhogy ez egy 22 dal, egy jó bő két óra, és hát visszanéztem még, mint 10-20 év ezelőtt, 30 dal szoktuk elénekelni a koncerteken. Hát Isten megsegített, hogy tudok énekelni, hogy egészséges vagyok, és ezt kívánom mindenkinek. Különleges hangja mindig olyan, amilyet a műfaj megkíván. Ha kell, egészen magas hangon énekel, de a jellegzetes Charlie-s hang mindig ott van. Az Isten áldása, hogy így vagyok, és nagyon sok kollégámnak is azt kívánnám, hogy hát szóval, hogy mondjam, el szoktam rajta gondolkodni, mert semmiféle karbantartás nincs, tehát én nem trillázok a buli előtt, tehát semmi nem történik, nem énekelek be, csak úgy jön minden, Isten áldása. Isten áldása. Néhány gondolatot a legkezdőbb korszakából is megosztott velünk a zenész. Én balettosnak készültem, ott tanultam szolfést, zongorát. Én tulajdonképpen trombitás vagyok, nagyon jó trombitás, de nem használom, nem foglalkozom már vele hosszú ideje. És nagyon gitároztam, úgyhogy trombitás, gitáros, az első perkassonös kongás voltam Magyarországon, amikor hazajöttem 1971-ben, én hoztam haza az első kongákat Afrikából, én sokat voltam közel-keleten is. Nem foglalkozik azzal, mekkora, milyen közönség réteget érint meg dalaival. Neki mindig nagy volt a rajongó tábora. Nálam ez nem lényeges, hogy mennyit érintek meg, vagy hogy. Hát ez a koncertjeimben 1964-től mindig rengetegen voltak. Akkor is, amikor nem voltam befutva, akkor is rengetegen voltak, és én 18 évet voltam kint külföldön. Tehát én elénekeltem legalább 3000 dalt kint a 18 év alatt. Bár Charlie-nak minden dala olyan, mintha saját gyermeke lenne, azért mégis kihagyhatatlan a kérdés, miszerint van-e kedvenc száma? Azok a dalok, amiket nem játszunk, azok a kedvenceim. És akkor ezzel elmondtam mindent, mert nagyon igényes zenét játszunk, és azért azt mindig el szeretném mondani, hogy Magyarországon ez a legjobb zenekar. Tehát nem, most nem magamról beszélek, hanem a zenészekről. Itt a zenészek nem csak zenetanárok, tehát mindenki tanárember, de felsőfokon tanít, tehát a zene akadémián tanítanak. Itt mindenki kortát olvas, blues, jazz, akármilyen, ugye nekem volt 3 jazz lemezem, jazz-t énekeltem. Szóval ez egy nagyon vidám barak, amiben én most már 40 éve együtt muzsikálok ezzel a baráti körrel.
A zenész a Charlie 77 Arena koncertre készül, mely október 26-án lesz Budapesten. Már minden jegy elkelt, akkora az érdeklődés. Ez a félszázadi koncertje ezen a helyszínen. Ez nekem most már az 50. ilyen koncertem ezen a nagy helyen. Még a régi BS, ami leégett. Úgyhogy itt most ilyen bejátszó bulik vannak, de most mi azt a műsort játsszuk itt a drága pécsi közönségnek, ami az arénában lesz. Az aréna az egy kicsit más, mert ott egy évben egyszer óriási kivetítők, meg fények, meg mit tudom én mi, amire én nekem tulajdonképpen nincs szükségem, mert itt nálunk a zenéről szól az egész dolog. De ott azért a közönséget megtiszteljük azzal, hogy a háttér és a minden az odafigyelve legyen, és klassz legyen. A Charlie 77 életmű koncerttel fergeteges sikert aratott a zenész és csapata a Kodály Központban Pécsen. Végül nézzük, milyen programok várnak ránk a következő napokban. A szobazene hangulatot idézik meg, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. Kis Tibi és az Aranyakkord koncerten ez megvalósulhat. Saját számaik mellett improvizáció képében helyet kap a pillanat, életművük egyéb dalai és kedvenceik feldolgozása is. Az Aranyakkord eddigi fennállása alatt több hazai koncert mellett többször járt már Európában és a tengeren túlon is. Koncert az E78-asban október 26-án. Ha valaki inkább színházba menne és a zenés műfajt kedveli, akkor itt egy kiváló program a hétvégére. Lehár Ferenc a Víg Özvegy című nagy operettjét láthatja újra a nagy érdemű közönség címszerepben Stubendek Katalinnal a Pécsi Nemzeti Színházban. A nagy sikerű produkció a világhírű pécsi balett együttesével és a Pécsi Szimfoniettával kibővülve az operett legcsodálatosabb világába kalauzolja a nézőket október 26-án, szombaton este. Egy fesztivál gála koncertjére hívom nézőinket, a közel egyhetes programsorozat zárásaként egy nagyszabású gála koncerttel készülnek a Baranya vármegyében tanuló harmonikások. A tavalyi évekhez hasonlóan fellép a Himesházi Harmonika Zenekar, a Bói Harmonika Együttes, valamint a megye harmonikás növendékeiből álló Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar. Idén is elfogadta a meghívást a Pécsi Perkuszion Projekt, valamint Solymosi Péter, a Pannonfil Harmonikusok szólamvezető trombita művésze. A 8. Pécsi Harmonika Fesztivál gála koncertjét rendezik meg a Kodály Központban október 27-én. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!